az apámmal kapcsolatosan ilyen komoly és durva elfolytások vannak bennem. A kurva anyját magának, maga nem is orvos, menjen a picsájba, és lebaszta a telefont. Jó nyomja a csaj, csak én ezzel foglalkozom. Cool story, bro. Jelenleg itt vagyunk a Belvárosi Színházban, ahol körülbelül másfél óra múlva előadást tartok Párkapcsolat, Párbeszéd címen. Ne felejtsék el, a Csajrosnak mindig van lába, és bárhova oda mehet. Önök nem jönnek? Megyek én. Ilyen halvérűek. Semmi kis nincs. Na mindegy, Gerzson, jó mutatok. Hajnali fél négykor felhívott egy pasi, hogy öngyilkos lesz. És nekem abban a pillanatban csak az eszembe, mert akkor feküdtem le másfél órája, hogy kedves uram, nagyon-nagyon sajnálom, de ha így dönt, de idén akkor ön lesz a 31. Indulatot váltasz ki abban a pillanatban, ki fog jönni az ön sajnáltatásból, és esetleg rágyújt, vagy valamit csinál, dühöng, csak elpárolog az a öngyilkossági szándék. A kurva anyját magának, maga nem is orvos, menjen a picsába, és lebaszta a telefont. Kedves urak, jó pár ilyen úr ül, na, jelentkezzenek a pöcsök, akik szintén nem veszik észre a manipulációt. Öt éve azért költöztem ide, mert megéreztem, hogy itthon vagyok. Fizikális szempontban. Mert otthon lenni az olyankor következik be, amikor tudod a félelmeidet kezelni, és jól vagy magaddal. A legtöbb ember nem foglalkozik ezzel, hanem csak azt lehet látni, hogy ideges, vagy pedig azt, hogy nem tud mosolyogni. Nem nézi jól magát a bőrébe. Nagyon jó a dió. Imádom a kerti munkákat csinálni. Megkóstolod? Azért járok keveset Budapestre, mert nagyon szeretem csinálni ezt, amit most csinálok. A vendéglátástól elkezdve az önismereti csoportokig, az Egri Vízilabda Klubbal is dolgozom, persze mellette megmaradt a női vízilabda csapat. Azért nagyon kedves ez a labda, mivel ezt az Európa bajnok aranycsapat írta alá, amit 2016. januárjában nyertünk meg. Személyesen az első olimpián vettem részt, de láttam a tömegpszichózist, ami ilyenkor jelentkezik. Egy világverseny. Élvezem az olimpiát, én azért voltam ott, hogy éber legyek, és nézzem, hogyha bármilyen konfliktus van, és azt azonnal tudjam megfelelően kezelni. Volt ott minden. Zenét hallgattunk, röhögtünk, sírtunk, összeölelkeztünk. Tehát én azt gondolom, ez olyan, mint a házasság. Jobban, rosszban együtt. Big Blue, 40%-ban Brazil, 40%-ban Guatemala és 20%-ban Salvador. Honduras 20%. Akkor még egyszer. 40%-ban Brazil, 40%-ban Guatemala, és 40%-ban Honduras. Érdekes, én ezt mindig elfelejtem. 40-40-20. Nem tudtam, hogy az apámmal kapcsolatosan ilyen komoly és durva elfolytások vannak bennem. És ez a fejlődésemet illetően egy komoly blokk volt. Anyám is gyilkolta önmagát, gyilkolta apámat. Szóval szép kis háború volt.
teltetlenség, fájdalomérzés, megijedés, félelem. Hát ezért. Amíg eljutok a tettekig, addig van egy csomó minden, például vannak a gondolataim. Elég nehezen jutottam el odáig, hogy bátor legyek segítséget kérni, de ez most nem okoz gondot. Tehát van egy ember, akihez elmehetek. Félénkek, azt tudom, tapasztalatból mindig hátra ülnek, akár az oszlop mögé. Mi szem szájnak ingere, testnek, léleknek jó érzéseket ad. Én azt gondolom, hogy én ide tettem, és ide is fogom tenni. Cool story, bro.